Szép estét kívánok, üdvözlöm az előadó urakat, és nem utolsó sorban a műsorvezetőt. A tanár új irányába szeretném feltenni a kérdésemet. A véget ér az orosz-ukrán konfliktus. Van-e rá esély, hogy Ukrajna megtámad minket? Ez egy komplett kérdés lenne, bocsánat. Ukrajna? Megtámad minket katonailag, és hogyha ha mégis ez bekövetkezne, akkor automatikusan életbe lépne az ötödik cikke, generátorszerű, vagy nem? Mert ha nem, akkor, tehát ha minden tagállamnak meg kell szavaznia a beavatkozást, akkor előfordulhat az, hogy egyedül maradunk? Tehát esetleg mondjuk Szlovákia vagy Románia nem támogatja. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, gyorsan válaszolok. Én is kihasználom, hogy nálam a mikrofon. Kettő megjegyzésem, hogy legyen utána válaszolok. Nagyon jó volt mind a két hozzászóló, mind a két ember. Egy. Németországban, NSZK-ban egyszer volt abszolút többség. Egyébként mindig a nagypártok ráfanyarogtak a kicsikre. Csak 57-ben nyert Adenauer abszolút többséggel, mert hazahozta még élő hadifoglyokat a Szovjetunióból, kettő. Volt Adenauernak egy mondata, én idézném. Nem kell komolyan menni, mint a férje a feleségének mond, amit a vadász a vadászat után mond, és amit a politikus a választási harcban mond. Pont. Kérdésre. Hát én jelezni szeretném, hogy óriási kritikákat kaptam baloldali lapoktól, mert azt mertem mondani, hogy a Ukrajnának adott pénz és fegyver kb. 30%-át ellopják. Hát most ugyanezt mondja az amerikai képviselőház. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a baloldali lapok, amelyek nekem jöttek, most elmondják-e, hogy az amerikai képviselőház is elfogult. Kettő. Hát elmondták, hogy túl jól, pozitívan beszélek az oroszokról. Oké. Okay. Ezek után nekem jött a Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, és közölte, hogy én hülyeségeket beszélek, mert erre a kérdésre, amit ön föltett pár hónappal ezelőtt, azt mondtam, hogy Magyarországot a ötödik cikkely védi. Zaharova azt mondta, hogy soha nem fog minket a NATO megvédeni. Erre a válaszom az, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat, ha én lennék a orosz külügy szóvivője, én is ezt mondanám, de ennél a helyzet összetettebb. Három. Nekem van egy problémám. Előbb-utóbb megállapodnak Ukrajna keleti határairól. És tessék mondani, mi lesz a nyugati határokkal? A lengyelek a korábbi lengyel területeket be akarják csatolni a lengyel gazdaság vérkeringésébe. Hogyan fog történni? A románok nagyon szeretnék megkapni Moldovát, hogy hogyan, ez egy más kérdés. A moldovai vezetés most baloldali, most Európa párti, eddig orosz párti volt, és most azt mondták, ilyen még nem volt, hogy ők be akarnak lépni az Európai Unióba, de úgy, hogyha kell két részletbe, azok a területek, Transnisztria, amelyek orosz fennhatóság alatt vannak, azok lépjenek be később, valamikor, de ők most. Tehát rengeteg a kérdőjel. Következő. Magyarország védi keleti határait. Erről nem szoktunk beszélni. Katonailag is védjük. Hivatalosan azt mondjuk, hogyha véletlen átjönne egy ukrán egység, akkor meg tudjuk védeni a hazát. Következő. Egy föltöltött ukrán dandár állomásozik a magyar határnál. A dandár parancsnoka, hihetetlen jó képességű katonatiszt, azt mondta, hogy ha kell, ő harckocsiaival 2 óra alatt eléri a Balatont. Én másnap bemondtam a tévében, hogy ez 400 kilométer. Én a Mercedes-emmel nem tudok megtenni 2 óra alatt 400 kilométert. Ha ő a 40 éves harckocsikkal, én gratulálok, de jöjjön egyedül nyáron, fürödjön meg, nem kell harckocsi. Tény az, hogy Ukrajnában a második számú ellenségként minket kezelnek. Elnézést. A szerencsétlen korábbi ukrán államfőt letiltották a külföldi útjáról. Én ma reggel 2-szer voltam már tévében, ahol én erről beszéltem. Mi volt a vád ellene, hogy nem csak a lengyel és amerikai vezetéssel akar tárgyalni, de a magyar vezetéssel is, és a magyar vezetés, mondták Kijevbe, orosz párti. A magyar vezetés magyar párti. Én nagyon sajnálom, hogy ezt a ukrán vezetést nem érti meg. Még egy megjegyzés. Látványossá vált a szembenállás az ukrán katonai és politikai vezetés között. A katonák sokkal értelmesebbek, mint a politikusok. Én naponta olvasom az ukrán jelentéseket, én nagyon szégyellem, szinkrontolmács voltam oroszból, tehát elég jól beszélek. Elképesztő hülyeségeket beszél naponta az ukrán államfő. Ennek egyik példája azt mondta kb. 2-3 hete, hogy minden nap az ukrán hadseregnek 500-tól 1000 métert kell előre menni, egy lépés nem ment előre. És ma már azt látom, hogy a nyugati katonai vezetők kijelentik, hogy Ukrajna ezt a háborút nem nyerheti meg. Lesz ennek hatása ránk? Igen.
zárójel, én, mint hülye egyetemi tanár elmondhatom, egy politikus soha, Európa minden országába dobtak át az ukránok hírszerzőket. Nagyon nehéz kérdés lesz, hogy mi lesz a háború után, és milyen vezetése lesz Ukrajnának. Hiszem azt, hogy a NATO megvédene minket, és hiszem azt, hogy az ukrán támadás nincs napirenden. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó esélyt kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Brics-ország, vagy brics országoknál van most egy olyan mozgás, hogy azok országok keretein belül, vagy egy csoportján belül, hogy Indiát az USA egy India közel-kelet-európa gazdasági vagy kereskedelmi tengelyre próbálja felfűzni. Ebben valami fajta elvi megállapodás történt, vagy valami szándék, és hogy ez gyakorlatilag mit mutat, mit jelez, ez mennyire komolyan vehető, mit fogunk ebből látni, vagy nem. Szóval, hogy mi lesz akkor most itt Indiát áthúzta az USA látszólag egy kicsit magához, miközben India benne van a brit országok körében is. Szóval, hogy erről, és én ezt mindhármójuktól szeretném kérdezni, hogyha lehet. Köszönöm szépen. Rám utogatnak, ez nem túl kedves, de rendben van. Egy. A BRICS országok alapvető célja az Egyesült Államok ellensúlyozása volt. Kettő. Egyre több ország érzi azt, hogy be szeretne lépni a BRICS-be. Három. Eddig három meghatározó hatalom volt a BRICS-be, Kína, Oroszország, India. Négy. Egy-két pontot hagy mondjak el, hogy a helyzet összetettebb. India kitől szerzi a legtöbb fegyvert? Oroszországtól. Hova ment most az amerikai külügyminiszter számos útja egyikeként Indiában? Mi volt a cél? Az indiai politikát meggyőzni. Következő. Volt egyszer egy afganisztáni háború néhány évvel ezelőtt, ahol kettő dolgot kell látni. Egy, az USA úgy jött ki, hogy elfelejtette a szövetségeseit értesíteni. Kettő. Mi volt a kínai stratégia? Pakisztánnal összefogva kinyomni Afganisztánból Indiát, és ezt megtették. Következő. Van egy Henry Kissinger nevű ember, aki írt egy könyvet Kínáról, ahol leírja, hogy 1962-ben volt egy kína-indiai háború, amit Kína megnyert, de egyetlen négyzetcenti indiai területet sem foglalt el. Következő. Azért annyit látni kell, hogy Kína és India teljesen más stratégiát követ. Kína globális játékos szeretne lenni, India regionális játékos. Teljesen más a két nézőpont. Nagyon-nagyon érdekes ez a világ. Tehát a rövid válaszom az, hogy a BRICS terjeszkedik. A BRICS ma nagyon-nagyon érdekes módon, nem mondom, hogy szembe került az USA-val, ez nem igaz. Milyen jelzések jönnek Magyarországra? Jó lenne egy Amerika, Európa, Oroszország szövetség Kína ellen. Oké. De akkor nem kell Ukrajnát támogatni. Pont. Robert, mondtad? Ja, igen, csak csupán néhány megjegyzést ezzel kapcsolatban. Sokan úgy képzelik el a BRICS-et, mint a NATO-nak a megfelelőjét. Tehát az azt jelenti, hogy abban a pillanatban valaki belép a BRICS-be, és abban a pillanatban fölhúzza egy csapatnak a mezét, és akkor abban a csapatban játszik. A tanár úr is mondta, a BRICS-nél sokkal összetettebb dolog. És a BRICS tagállamok között feszülő feszültségek, például India és Kína között, talán ez a legmarkánsabb feszültség, ez sokkal nagyobb, mint a legtöbb ilyen BRICS állam és az Egyesült Államok között feszülő feszültség. Tehát én azt hiszem, hogy egyetlen egy kontextusban lehet erről a tömbről, mint egy koherens tömbről beszélni, amikor az Egyesült Államoknak a globális hegemóniájával áll szemben. Tehát az nem jelenti azt, hogy nem szeretnék az Egyesült Államokat, mint regionális hatalmat egy bizonyos régióban, bizonyos játékosok, például India vagy Szaúd-Arábia. Nagyon szeretném megtartani az Egyesült Államokat regionális hatalomnak a régiójában, hogy garantálja a biztonságát. Avval kapcsolatban, hogy szeretné, hogy az Egyesült Államok legyen a hegemon hatalom a világban, amelyik egyedülállóként diktálja a ritmus a világ egészében, ezzel kapcsolatban Szaúd-Arábiának is, és Indiának is, és más államoknak más elképzelései vannak. Tehát mikor ezt a kérdést föltesszük magunknak, mindig határozzuk meg azt, hogy milyen szinten elemezzük ezt a dolgot. A helyi szinten, az államnak a szintjén, vagy az állam kapcsolatában az Egyesült Államokkal, a regionális szinten, vagy pedig a globális szinten.
szinten. Tehát én azt hiszem, hogy a globális szinten a BRICS igenis kihívást jelent az Egyesült Államokra, nem katonailag, hanem diplomáciailag, főleg talán gazdaságilag is, majd egy bizonyos időpontban. A regionális szinten viszont a kérdés sokkal-sokkal összetettebb, és a regionális szinten az államok, a BRICS tagállamok közötti feszültség sokkal nagyobb, mint a bizonyos ellenérzésük az Egyesült Államok kulturális vagy társadalmi imperializmusával szemben. Tehát ezt szerettem volna ebben kapcsolatban elmondani. Igen, ugye a BRICS egy, én is azzal nagyon egyetértek, hogy inkább egy gazdasági integráció sem, mint politikai, mert az ellentétek nagyok. Ugye Kína és India leginkább a Himalája vízbázisáért küzd, mert a nagy folyók onnan indulnak, és hát ugye próbálják minél inkább maguk felé terelni azt a kis vizet, ami a gleccserekből jön. Tehát konfliktusoknak ilyen természetes forrása is van. Hát nyilván meg is lehet egyezni arról a vízről, de ugye van az éró összegű játszma, meg a pozitív összegű a játékelméletben. Igazából a BRICS-nél én azt látom, hogy most nagyon ügyesen földrészenként kiválasztottak egy-egy országot, amit meghívtak a BRICS Plus-ba, tehát ezzel üzennek, hogy most Latin-Amerikából is, a Közel-Keletről is, Afrikából is, Ázsiából is be lehet lépni, hogy az Unió is nem csak Ukrajnával akar tárgyalni, hanem Moldvával is, vagy Grúziával is, tehát ezzel is üzennek a többieknek, hogy vagy most Boszniát is megszólították, hogy a többi ország a környéken lássa, hogy hát ti is jöhettek, ha jól viselkedtek. A BRICS-nél ugyanez van. Ami talán érdekes, ugye, amikor Antall Józsefet kérdezték, most lesz nem sokára 30 éve, hogy meghalt, amikor kérdezték, hogy hát vannak-e nagy összeesküvések, akkor erre azt mondta, hogy nem, nagy összeesküvések nincsenek, kicsik vannak. Hát, hogy sok kicsi. És az egyik ilyen kicsi összeesküvés, amiről sokat olvashatunk, vagy összeesküvés elmélet, hogy ugye a BRICS országok igazából az USA-nak szerintem nem csak gazdasági téren, hanem főként a pénz részén révén tudnak kihívást állítani. Ugyanis most már Kína a világ legtöbb országának az első számú kereskedelmi partnere, ez korábban az USA volt, 40 éve, csak most már a kínaiak ezt a szerepet a legtöbb ország tekintetében átvették, és ilyen szempontból egy példát hadd mondjak, az indiaiak rengeteg orosz olajat vesznek olcsón, földolgozzák dízelnek, és amikor azt mondják itt a Lajtától nyugatra, hogy ők nem vesznek orosz olajat, akkor azt kell mondani, igen, Oroszországból. De Indiából, orosz olajból készült dízelt, na azt rengeteget vesznek, mert összeomlan a nyugat-európai gazdaság. Mit mondanak az oroszok? Hogy az indiaiaktól nem rúpiát kérnek, mert abból nem tudnak ilyen éjjellátó drónokat venni, hanem juánt és kínai pénzt, mert a kínaiaktól tudnak olyan dolgokat venni, amit az indiaiaktól nem. Tehát igazából itt az a kérdés, ez is vita kérdés a BRICS országok között, hogy mi legyen az új digitális valuta. Nyilván a kínaiak azt akarják, hogy a digitális juán legyen, a többieknek van más ötlete, lehet egy valutakosár, és elhangzott, Robert említette a Bretton Woods-i rendszert, ez úgy alakult ki, hogy az amerikaiak kiegyeztek a szaudiakkal, hogy a 20. században az olaj dollárban lesz elszámolva, és ugye ez most ér nagyjából véget, mert a fosszilis energiát 35-ben kivezetik, ugye az Unióban betiltják az új dízeles, benzines autókat, régit még lehet használni, bár csak egy darabig, elég átmenni ugye a Lajtán, és látjuk, hogy amikor az ember Münchenbe bemegy, akkor csak az Euro 5-ös motor dízellel lehet bemenni. Aztán bármikor mondhatják, hogy már csak Euro 6-os vagy Euro 7-es, a régebbi autókkal már nem lehet München belvárosába, Berlinbe már nem lehet bemenni. Tehát azt látjuk, hogy a BRICS országok egy új valutát akarnak, ami a globális elszámolásnak lehet az alapja, és itt értjük meg, hogy miért vásárol egyre több ország aranyat, Magyarország is ugye megtízszerezte az aranytartalékát, amit a balosok eladtak. Pontosan azért, hogyha egy új valuta, nemzetközi elszámolásra kell áttérni, aminek megint aranyfedezete lesz, mint mondjuk a második világháború előtt, vagy az első világháború előtt, akkor onnantól kezdve már kompatibilis legyen a mi valutánk a BRICS valutával. És amikor Charles de Gaulle mondta, hogy hát itt rengeteg papírdolláron van, rá van írva, hogy átváltható aranyra, mondta, hogy beváltja aranyra, mondták az amerikaiak, hogy felejts el, mert ugye a franciák átvitték a NATO, kiléptek a NATO politikát, a katonai szárnyából át is költözött a NATO központ. A németek is mondták, hogy kérik az aranyukat, mondták, hogy jó, akkor kivonjuk az amerikai csapatokat Németország. Ó, ráér, akkor mondták a németek. Tehát igazából itt értjük meg ezt a nagy kettéválást, és a BRICS országok tekintetében főként a valuta lehet az, ami idővel a gazdasági erő mögött megjelenik. Leképezték már a kínaiak a Bretton Woods-i rendszert, ázsiai fejlesztési bankot hoztak létre, illetve elkezdték annak a valuta alapnak a lemásolását, amivel egy olyan valutakosarat tudnak
a saját elszámolásukra létrehozni, ami akár aranyfedezetű lehet, vagy a kínai gazdaság digitális fedezete lehet, és ez az, amit az amerikaiak nem akarnak, mert ők azt akarják, hogy a Bretton Woods-i rendszer maradjon, a dollár maradjon, digitális dollár, és a kereskedelmet továbbra is a SWIFT rendszeren keresztül számolják el, mert amit a SWIFT-en keresztül küldünk, az amerikai fennhatóság, erről az UEFA botrányból sokat tudnának mesélni, mert az UEFA kenőpénzeket a 2006-os német foci világbajnokságra a SWIFT-en keresztül utalták, 10 millió euró forgott, és akkor ezt a SWIFT-en keresztül utalták, és az FBI illetékes lett véletlenül a SWIFT-en keresztül. És a kínaiak azt akarják, hogy legyen egy alternatív SWIFT, amit az amerikaiak nem tudnak lekapcsolni, mint most Oroszország kapcsán. És hát azt látjuk, hogy nem csak a kínaiak viszik ki a pénzüket Amerikából, főként az államkötvényekből, hanem az arabok is, mert hogyha egyik napról a másikra Oroszország egy fekete bárányá vált, és szankciókkal sújtották, az arabok sem akarják megvárni, vagy a kínaiak sem, meg mások, hogy az amerikaiak így egy csettintéssel lefagyasszák a bankszámláikat. Tehát ezek a nagy változások, és a BRICS országok most a gravitációs magot képzik, mert itt lassan, sajnos kicsi a növekedés, ott meg még van növekedés. Egyetlen megjegyzés. Törökök közölték, hogy a NATO Oroszországgal szembehozott szankciói nem tartják be. Következő. Törökök. Mennyi volt a tavalyi infláció? Évvégén 82-86%. Törökök. Melyik a legmodernebb NATO gép? F-35-ös amerikai. Törökök. Ehhez kb. 1000 alkatrészt ők gyártanak. Törökök. A térség három középhatalmával össze akarnak fogni, hogy stratégiát csináljanak. Ezek a törökök, elnézést Irán és a szaudiak. Következő. Megjelent a világ egyik legjobb könyve, a török miniszterelnök visszaemlékezése, csak magyarul jelent meg, Davutoglu stratégiai mélység. Úgy néz ki, hogy a könyv, hál' Isten, jövő év legelején kijön újra magyarul. Akit érdekel, vegye meg, engem nagyon fog szidni, rendkívül nehéz olvasni, szörnyű nehéz, de ténylegesen elképesztően jó összefüggések vannak benne. Köszönöm. Gudman Gábornak hívnak, Nógrádi György úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést, kettő lenne egyébként. Az első kérdésem az az lenne, hogy a svéd NATO csatlakozás így első hallása egy laikus ember számára tét nélküli, viszont török részről nagyjából érthető ez a egyelőre az, hogy hátráltatják ezt a kérdést, de a magyar oldalról miért jó, hogy a magyar kormány ezt egyelőre hátráltatja, ez az első kérdésem. Hogy válaszoljak? Egy. Három országot akart az USA beléptetni a NATO-ba, a svédeket, a finneket és osztrákokat. Helyhiány miatt nem jött le a sajtóba, hogy az osztrákok nemet mondtak, és nem voltak hajlandók a tárgyalások lefolytatására. Kettő. Mi nagyon sok kérdést egyeztetünk a törökökkel. Mi a török dilemma, és utána mondom a magyart. A török dilemma az, hogy az ő számukra a kurd szervezetek terrorista szervezetek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem akarok belemenni. Az iraki háborúba, a szíriai háborúba az iszlám állam ellen hősiesen harcoltak a kurdok, zárójel német fegyverekkel, zárójel a háború vége után elfelejtették a fegyvereket visszaadni. Zárójel a kurd mozgalom is, mint minden mozgalom megosztott. Mi a török dilemma, hogy van egy 84-86 milliós török ország. Rengeteg a kurd, senki nem tudja, hogy mennyi, de ha egyszer valaki elmenne Ankarától keletre, akkor ott kurdok élnek. Ankarától délre kurdok élnek. Én végigjártam ezt a térséget, rendkívül érdekes. Nem lehet megmondani, hogy Törökországban a lakosság hány százalék a kurd, de legalább 20-30 millió a kurdok aránya, ez egy óriási kisebbség. Na most a törökök is megcsinálják a maguk mellényúlásait. Nem tudom, mond-e önnek valamit, a világ legfontosabb biztonságpolitikai fóruma Münchenben van a Vérkund, de ez mindig egy két és fél napos fórum, péntek, szombat, vasárnap, és a török delegáció két évvel ezelőtt közölte a német rendőrséggel, hogy a szállodában van egy terrorista, tartóztassák le. Igen, de ez egy német miniszter volt, aki török származású, nem is kurd származású, a németek megmosolyogták őket, Magyarország. Látnivaló, hogy a svédek nagyon sok szempontból minket lekezelnek. Én hosszú éveken át Svédországban voltam minden évben két hetet, 14 nap, 14 város, 14 előadás. Ennek keretében a televíziókban műsorok jöttek le arról, hogy Magyarországon nincs demokrácia, stb. Az volt a magyar álláspont, ha így látnak minket, akkor ennek ára van. Meg fogjuk szavazni a
svéd belépést. Hagyj mondjak valamit. A svédek számára nem ez a sok hatás, hanem az, hogy a norvégok gazdagabbak lettek. Én nem tudom, mennyire ismeri, minden tele van a világon viccekkel. Svédországban a vicc alapja, hogy a norvég rendkívül ostoba. Most a norvég jobban él, mint ők, nagyon nehezen kezelik. Én kim voltam egyik alkalommal, és mondták, hogy jéghalászat, jéghorgászat volt, és a svéd és a norvég együtt vannak én, és a svéd sóra fogja a halakat, a norvég egyese. És azt mondja a norvég a fiának, menj már, nézd meg, hogy a svéd hogy csinálja. A gyerek viszont, apa, ő lyukat vájt a jégbe. Na most ez kifejezi a két nép egymáshoz való viszonyát. Norvégia rendkívül gazdag lett energiahordozókba, ez a norvég életszínvonalat fölvitte, a svédek ezt nehezen nyelik le. Heteken belül meg fogja a magyar parlament szavazni a svéd csatlakozást, de az, hogy a svédek így álljanak hozzánk, ebből nem kérünk. Második kérdés. Második kérdésem az egy nemzetbiztonsági kérdés, igazán a totális kontroll témaköre. Ugye, totális? Totális kontroll. A napokban Rogán Antalú bedobott egy gumimacit abból a szempontból, hogy a telefonos digitális igazolvánnyal kapcsolatban én azt érzem, hogy ez egy ilyen társadalmilag kíváncsi arra, hogy a társadalom mennyire hördül fel erre a kérdésre. A mi generációnk, az idős generáció, az mindenki óckodik a digitális újdonságoktól, de hát ugye felnő most egy olyan generáció, az Z-generáció, illetve az alfa generáció, aki kütyűvel a kezében ül fel, és nagyon az látszik, hogy most oké, hogy lehet, hogy telefonon lesz egy igazolvány, ami nem kötelező, de erre tart a világ, minden nemzetnek az az érdeke, hogy totális kontroll alatt tartja az állampolgárait, tudjon róla mindig mindent, hogy merre jár, merre utazik, főleg ez a bűnözők részéről érthető, de igazándiból azt látni, hogy 10-15 éven belül lehetséges, hogy megszűnik a készpénz, lesz majd egy csipkártya, azon rajta lesz az összes adatunk, a vér, hogy milyen vérünk van, betegségünk, mit veszünk, mit adunk. Tehát igazándiból ennek a veszélyére lennék kíváncsi. Tehát az a kérdésem, hogy ennek mi a veszélye és mi az előnye, ami ránk vár a jövőben. Baromi nehéz a kérdés, én megpróbálok válaszolni. Egy megjegyzésem, hogy lehet. Én a rendszerváltás óta mindig különböző országos cégeknek voltam a főnökei, most is. 8 évig én voltam Magyarországon a hadipar elnöke. Én sohasem előadást nem tartottam, nem is fogok. Megkérdezték, hogy beszerelhetnek a kocsinkba olyan csípeket, ami nyomkövetés. Mondtam, hogy persze. A hadipar teljes vezetéséből én voltam az egyetlen, aki erre hajlott. Miért? Senki nem akarta, hogy tudják, hogy hol van. Következő. Ha van egy ilyen csíp, ennek rengeteg az előnye, többek közt az, ha bármi történik velem, pillanatok alatt vért kaphatok, stb. Mi a hátránya? Ettől kezdve a magánélet megszűnik. Tehát ez egy szörnyű, nehéz dolog, ettől kezdve egy politikusnak rendkívül nehezen lehet szeretője, mert követik. Ettől kezdve rendkívül nehéz korrupciókat elkövetni, ha nincs pénz, mert hogy jön át a pénz a számlámra. Én mindig elmondom, hogy látom azt a világban, hogy ma az ifjúság jelentős része elkerüli a direkt politikát, mert ha a politikában egyszer hibázom, kitörtem a nyakam. Ha a gazdaságban, és bocsánatot kérek, tudom, hogy egyházi szervezés, ha a gazdaságban vagyok, és én sikeres vagyok, és napi 3 szeretőn van, az a válasz, hogy jó az egészségi állapotom. Ha a politikában egyszer kiderül, hogy megcsaltam a feleségem, akkor ilyen rohadt tetű vagyok. Tehát ez egy rendkívül fura világ. Zárójel a gazdaságban, sokkal többet lehet keresni, mint a politikában, sokkal kisebb más jellegű rizikókkal. Tehát én azt látom, hogy ezen a világon rengeteg olyan kérdés van, ahol a jövő fog dönteni, és ezen belül elsősorban 2-3 ország. Egy kis ország véleménye periférikus, elnézést, Juncker, aki olyan, amilyen egy bűbányos alkoholista. Mit mondott egy hete, hogy Ukrajna mindig korrupt volt, mindig korrupt lesz. 2 perces hír volt, mert a nyugatnak nem érdeke, hogy Ukrajnáról negatív hírek jöjjenek le, holott ez az igazság. És köszönöm. Kérdés. Köszönjük szépen. Mielőtt a következő kérdés jönne, kihúznánk az első nyertest, aki egy Robert C. Kester Verekedő hegyek könyvvel lesz gazdagabb. Keverje meg jól, és akkor. A nyertesünk pedig Szabó Faragó Gyöngyi. Itt van? Gratulálunk, viszem a könyvet. Jöhet a kérdés.
Jó estét kívánok! Először is elnézést kérek, mert most először beszélek életemben a mikrofonba. Köszöntöm a jelenlévőket és az előadókat. Köszönöm, hogy megjelentek Sopronba. Két rövid kérdésre lenne, de egy rövid példából meg szeretném az első kérdést elő szeretném vezetni. Tehát a jelenlévők közül gondolom mindenki tudja, hogy mi volt az 1848-as szabadságharc, de azt talán már kevesebben tudják, hogy történtek magyar ellenes vérengzések a Délvidéken és Erdélyben is, amiben sokkal több magyar esett el, mint magukban a harcokban katonák. 20 éve ezzel foglalkozok hobbi szinten, és rengeteg ilyen jellegű magyar ellenes népirtást találtam, ami a magyar köztudatban nagyon nincsen benne, és fölfedeztem egy párhuzamot valamilyen szinten a zsidó nép történetével is. Igazából azt állapítottam meg, hogy bármikor, amikor itt a környéken, a Kárpát-medence környékén valamilyen gazdasági vagy háborús felfordulás volt, akkor fordultak elő ezek az atrocitások. Nekem az első kérdésem az lenne, hogy nem tudni, hogy meddig tart ez az eszkaláció, egyben marad-e az Európai Unió, milyen lesz a háborús helyzet, előfordulhatnak-e önök szerint a jövőben ilyen magyar ellenes atrocitások, mert azért látszódik, hogy nincs túl jó híre a magyarságnak most sem, és ez főleg tudatlanságból fakad, tehát hogy nem ismerik vagy a magyar álláspontot, vagy vannak egyszerűen rossz hírünk van, úgymond, ami szerintem nem egy jogos dolog, mert rengeteg más nép is követett el jó, meg rossz dolgokat is. A második kérdésem pedig az lenne, ez főleg Robert C. Kastel úrhoz is intézném, hogy nyilván senki se tudhatja, de hogy 100 év múlva fog-e létezni Izrael? 100 év múlva fog-e létezni Magyarország? Egyrészt a háború miatt is, másrészt az erősödő globalizáció miatt is. Lesz egy olyan Magyarország, ahol magyarul beszélnek, magyarul gondolkoznak? Csak nézzünk körül. A rádióban nem nagyon szól magyar zene. Most nem azért, hogy ne szólhasson más, de hogyha átmegyek Szlovákiába, ott se szól szlovák zene. Ausztriába dolgozok, semmilyen osztrák zenét nem lehet hallani a rádiókba. Az összes ruhán, amit vásárolunk, angol feliratokat látunk. Azért érződik egy erőteljes amerikai generáció. Létezni fog-e magyar vagy zsidó kultúra 100 év múlva, mondjuk? Ez a két kérdésem lenne. Oké. Talán én kezdeném. Ami az első kérdést illeti, én azt hiszem, hogy még mindig egy törzsi világban élünk. Tehát Jane Goodall, a híres csimpánz kutató, egy nagyon liberális meggyőződésű hölgy, éveken át nem volt hajlandó közölni a kutatásának az eredményét, mert csupa olyasmit látott a csimpánzok viselkedésében, ami túlságosan emberi volt. Túlságosan emberi, hogy Nietzsche mondta, emberi, túlságosan emberi. Miről van szó? Arról van szó, hogy a csimpánzok törzsekben élnek, és a fiatal hím csimpánzok állandóan járőröznek a törzs területének a perifériáján, és széttépik az idegen csimpánzokat, akik oda betévednek, és a csimpánzok kannibálok, meg rabszolgákat tartanak, meg szeretőket tartanak, meg nagyon emberi a viselkedésük. És gyakorlatilag ezt a viselkedést hoztuk magunkba a főemlősi múltunkból, és ezek a reflexek működnek. Tehát mikor van egy ellenérzés Magyarországgal szembe a környező népek részéről, akkor ennek van egy ilyen törzsi magyarázata is, hogy más nyelv, másképp néz neki, másképp beszélnek, más a kiejtés, más a zene, más az étel, amit esznek. Tehát a másság, ez a párhuzam, amiről ön is beszélt, mikor a magyar történelmet a zsidó történelemhez hasonlítja. Különbség a magyarok és a zsidók között az, hogy a zsidó volt az univerzális más. Ők mindenütt mások voltak. A magyarok csak itt voltak, helyi érdekű mások, mondjuk úgy. Tehát ez a másság az, ami megmagyarázza ezt az ellenérzést. És jöhetünk logikus, meg racionális érvekkel, meg megmagyarázhatjuk a magyar álláspontot, a zsigeri szinten, a csimpánz agy szintjén ez a másságnak az érzése azért ott működik. Nagyon érdekes látni ezt a palesztin társadalomban, és furcsa, hogy a palesztinai arab társadalomban. Mert látjuk azt, hogy nem egy igazi nemzetet látunk. Látjuk azt, hogy nem házasodnak egymással. Tehát, hogyha valaki az északi városokból, és nem említek városneveket, hogy ne bonyolódjunk bele, mint majom a cérnába, ha valaki az északi városokból származik, az nem adja hozzá a lányát valakitől, aki Hebronból, mondjuk a déli részről származik. Ha egy diák a gázai övezetből Ramallahba akar tanulni, senki nem fogja neki kiadni a lakását bérbe, mert ő más, másképp beszélik azt az arab nyelvet, másképp néznek ki, mások a szokásaik. Tehát ez a törzsi dolog még mindig ott van, ez az a parázs, ami ott van a hamu alatt. És az európai nemzetek ezt sikerült nagyon okosan megoldják, avval, hogy feltalálták a nemzetet.
De magyarok is a különböző magyar népvándorláskori törzsekből kovácsoltak egyetlen egy nemzetet. A zsidóknak a története is erről szól, hogy a 12 törzsből egy nemzetet kovácsoltak ki. Ez Európában sikerült, a zsidóknak sikerült még a bibliai időkben. De a világ legtöbb részén ez nem létezik, tehát nincsenek nemzetek. És ezért ez a törzsi ösztön ott van, a felszínen van. Európában nem látjuk ezt a törzsi dolgot, mert ez eltűnt, a nemzetek ezt felülírták. De a világ többi részén ez még jelen van. És ez bevezet a második kérdésre adott válaszomba is. Én úgy gondolom, hogy azok a népek fognak megmaradni, amik fenntartják az identitásukat. Tehát ott, ahol sikerül fenntartani egy koherens nemzeti létet, egy kis mini civilizációt, ami egybefogja úgy a nemzetet, mint a vallást, mint a szokásokat, mint a zenét, mint a kultúrát, azok egybe fognak maradni. És azok, akik összekeverednek, úgy, mint az óvodásoknak a vízfestéke, amikor minden szint összekevernek, és lesz egy ilyen barna maszlag belőle, egy ilyen barna multikulti maszlag, akkor azok valószínűleg nem fognak fennmaradni. És nem véletlen, hogyha megvizsgáljuk a történelmet, hol alakult ki a nyugati típusú demokráció. A demokrácia. Azokban a nagyon-nagyon homogén észak-európai vagy észak-nyugat-európai társadalmakban, ahol biztosra veheted azt, hogy a szomszéd pont úgy gondolkodik, mint te, pont úgy viselkedik, mint te, nagyon hasonlít rád, nem volt szükség egy rendőrre, hogy egybe tartsa ezt a dolgot. Ezzel szemben ott van a másik modell, az Európai Unió, amelyik úgy néz ki, mint az Oszmán Birodalom. Millió kultúra, millió nyelv, millió nép, sokan azt hiszik, hogy ez a sokszínűségben van az erő, én azt hiszem, hogy a sokszínűségben a gyengeségünk van. És ez az egyszínűségnek szüksége van egy fajta lassú keveredésre, egy lassú külső vérátadásra, hogy ne degenerálódjon. Viszont ha túl nagy ez a kihívás, ami kívülről jön, túl sok ez a külső hatás, túl sok ez a külső keveredés, akkor a centrifugális erők sokkal erősebbek lesznek, és ez a társadalom széthull. És miben látjuk a társadalom széthullását? Az Európai Uniónak az ösztönében, hogy mindent le kell szabályozni az utolsó milliméterig, azt, hogy egy villanykörtént hogyan cserélünk ki, vagy hogy egy libát hogyan nem tömünk meg, vagy ezek az apró dolgok, hogy minden le van szabályozva, ez a jelennek, hogy a társadalom nem képes saját magát menedzselni, hogy fölülről, kívülről kell menedzselni ezt valamilyen külső hatalmi eszközökkel, ez a jelen annak, hogy egy társadalom, lehet egy összeurópai társadalom, vagy egy nyugat-európai társadalom, például Svédországban, vagy Franciaországban kezd szétesni. Minél erősebb ez a rendőrállami ösztön, ez a reakció arra, hogy a társadalom már nem képes önmagát szervezni. Tehát a válaszom erre az, hogy 100 év múlva azok a társadalmak fognak létezni, akik képesek összetartani egy koherens társadalmat, ott, ahol a társadalom fent marad, ott az állam is fent fog maradni. Ott, ahol a társadalom széthull, ott az Isten se fogja megmenteni az államot. Köszönjük szépen, és akkor egy újabb nyertest mondanék be, aki egy Robert C. Kestel idézettel ellátott kulcstartót kap, amire az van ráírva, hogy a lőtéri kutyát sem érdekli. Bendes Csaba a nyertesünk. Gratulálunk neki. Itt van? Viszem, és közben jöhet a kérdés. Jó estét kívánok! Robertől szeretném kérdezni, talán úgy, hogy kikivel van, az oroszokkal kapcsolatban Közel-Keleten, hogy hogyan alakult ki az orosz, mondhatni szovjet jelenlét, befolyás, és az mibe ért bele most a Közel-Keleten, Izrael környékén, illetve még egy olyan kérdés, hogy az oroszoknak Izraellel való kapcsolata, én most itt gondolok a cári pogromok, vagy a sztálinék által előkészített zsidó perek, hogy van egy zsigeri gyűlölet, vagy nincs ilyen? Mindig csak a pillanatnyi érdek diktál ebben. Köszönöm szépen a kérdést. Ami Oroszországnak az érdekét illeti a Közel-Keletben, azt hiszem, hogy ezt megpróbálom két mondatban, vagy két pontban összefoglalni. Az egyik ilyen dolog az Oroszországnak a célja, hogy ne csak egy szárazföldi hatalom legyen, hanem tengeri hatalom is legyen, és ebből kifolyólag mindig Oroszország mindig délfelé nézett, és mindig délfelé igyekezett, ott, ahol a kikötők melegek, ott, ahol a kikötők melegvízűek, és nem fagynak be, mint az Azov-tenger északi partjának a kikötői. Tehát Szevasztopol volt az első ilyen melegvízű kikötője Oroszországnak. Oroszország szempontjából minél több melegvízű kikötőre tesznek szert, például Szíriában a Tartuszi kikötő, annál jobb, annál közelebb kerülnek ehhez az orosz geopolitikai ösztönhöz, vagy a stratégiai kultúra által diktált ösztönhöz, hogy a meleg tengerek felé. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a Szovjetunió már régóta felismerte azt, hogy az Egyesült Államoknak a
a dominanciája a világon, most, és most visszakapcsolódok ahhoz, amit Kiszeri Zoltán kolléga mondott, a Bretton Woods-i egyezmény alapja, az az energia, a Közel-Kelet mint energia, és a Közel-Kelet mint egy geopolitikai átjáróknak a gyűjteménye. Ha az Egyesült Államok ezt birtokolja, akkor a kezét ott tartja Kínának a torkán, amelyik az energiájának a jelentős részét a Közel-Keletről kapja, a Perzsolyból környékéről kapja, a kereskedelemen is ott, kereskedelem torkán is ott tartja a kezét, a világkereskedelem torkán, amelyiknek a 90%-a a tengereken folyik, és képes ugyanakkor az Egyesült Államok a közel-keleti olajból, meg gázból ellátni energiával a nyugat-európai és esetleg a távol-keleti szövetségeseit is, Japánt. Tehát ezt vette észre a Szovjetunió, és ezért próbáltak betörni a Közel-Keletre, és az Egyesült Államok kiállása Izrael mellett például a jomkipúri háborúban nem csak azt a célt szolgálta, hogy megmentsenek egy kis államot, hanem azt, hogy megállítsák a szovjet előrehaladást a Közel-Keleten, hogy az oroszok kihívást tudjanak intézni az amerikai dominancia ellen a Közel-Keletnek ezen a részén, ahol az energia származik, és ahol ott van a Szuezi csatorna, ott van a Bab-el-Mandeb, és ott van a Hormúzi szoros. Tehát ez a válasz az első kérdésre. A zsidó-orosz kapcsolatok pedig ez egy hihetetlenül bonyolult dolog, és talán azt szeretném elmondani, ami kevésbé ismert, hogy ne beszéljek túl hosszat. Tehát az okok, hogy miért legyen egy ellenérzés, az rengeteg ilyen ok van. Ugyanakkor per pillanat rengeteg szál van, ami összeköti Izraelt Oroszországgal. Izraelben él körülbelül több mint 1 millió új orosz bevándorló, akik nem mind orosz, etnikailag nem oroszok, de azok is, akik mondjuk a Kaukázusból jöttek, vagy Közép-Ázsiából jöttek, vagy Ukrajnából jöttek, megvan az orosz birodalmi tudatuk, és nagyon büszkék erre, hogy ők ennek a birodalomnak a részei voltak. Hogy miért, ez egy érdekes dolog, de most nincs idő erre kitérni. Oroszország, vagy oroszok által befolyásolt területekről érkezik Izrael olajának a jelentős része. Ez még egy érdek. Ott van az orosz jelenlét Szíriában, ami lehetővé teszi, és az orosz izraeli kapcsolat teszi lehetővé azt, hogy Izrael támadja napi szinten az iráni befurakodást úgy Szíriában, mint Libanonban az oroszoknak. Ez nagyon megfelel, hogy valaki nyírja az iráni füvet Szíriában, és meghagyja az ő dominanciájukat, és nem nekik kell fellépniük az iráni behatolás ellen. Van itt egy verseny két szövetséges között. Irán és Oroszország szövetségesek bizonyos kontextusokban, ugyanakkor van közöttük egy verseny is. Irán keletről nyugat felé tart a földközi tenger felé, az oroszok északról dél felé haladnak, Oroszországból a meleg tengerek felé. Ez a két vektor metszi egymást, tehát van itt egy érdekellentét. És az oroszok bizonyos szinten úgy tekintenek Izraelre, mint egy nyelvi diaszpórára, egy orosz nyelvi szigetre, egy orosz kulturális szigetre, ahol a befolyásukat gyakorolhatják. Ezek az Oroszország érdekei. Ami Izrael érdeke, már említettem a szíriai befolyást, és volt egy olyan epizód 2016-ban, mikor a Putyin és Lavrov mentették meg Izraelt Obamának a második lépése ellen a biztonsági tanácsban, amikor rá akart kényszeríteni valamit Izraelre. Az elsőt az Egyesült Államoknak sikerült, Obama elnöknek sikerült keresztül vinnie, a másodikat az oroszok megvétózták, pontosabban nem is tették le az asztalra az amerikaiak, mert tudták, hogy Oroszország meg fogja vétózni, és ennek iszonyatos kárt okozott volna az amerikai politikának, hogyha az oroszok kell megvédjenek Amerika ellen egy amerikai szövetségest. Tehát Izrael megpróbálja úgy menedzselni a kapcsolatait Oroszországgal, még ebben a nehéz helyzetben is, hogy ne vigyék el kenyértörésre a dolgot, mert ha lefut ez a háború, és egy demokrata elnök lesz az Egyesült Államokban, akkor még szükség lehet az orosz vétóra az Egyesült Államok ellen a biztonsági tanácsban. Tehát ez egy olyan dolog, ami kevésbé ismert, nagyon-nagyon érdekes ebben a szerelmi háromszögben a három állam között. Érdemes erre is odafigyelni. Köszönjük szépen. Akkor egy újabb nyertest ismertetnék, aki egy Nógrádi György idézettel ellátott kulcstartót kap. Az van rejve, hogy én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. Kiváló ajándék pedagógus napra. Szepesi Tóth András a nyertesünk. Gratulálok, és jöhet a következő kérdés. Üdvözletem. Elnézést, három kérdés lesz. Első, Liz Truss 2022. augusztus 23-án este azt mondta, miniszterelnökként hajlandó lenne bevetni az atomfegyvereket is. Robert C. Castell azt mondta, hogy nem szabad megválasztani olyan miniszterelnököt, aki ezt nem lenne hajlandó megtenni. Nógrádi György viszont ostobaságnak és felelőtlenségnek nevezte a kijelentést. Szeretném, hogyha megvitatnák ezt a kérdést. Elnézést, ki mondta? Liz Truss. Jó. Kezdte. Oké.
Én azt hiszem, hogy ami az atomfegyverek kérdését illeti, egy olyan technológiáról van szó, amivel már 80 éve együtt élünk. Tehát hosszú időn át együtt éltünk az atomfegyverrel, és megtanultuk azt, hogy hogyan lehet megszelidíteni ezt a fenevadot, hogyan élhetünk vele egy. Ami engem nagyon-nagyon aggaszt, az a komolytalanság, amivel a modern politikusok hozzáállnak az atomfegyverek kérdéséhez. Sokan úgy tekintenek rá, mint a hidegháborúnak a relikviájára. Sokan elfelejtik, hogy egyáltalán léteznek ilyen fegyverek, és hogy vannak olyan államok, amik ezt a hadviselés eszközeként gondolnak erre a fegyverre, és nem csak az elrettentés eszközeként. Tehát van egyetlen egy példa a történelemben, amit ismerünk, most nem akarok erre hosszasan kitérni, mikor egy bizonyos állam, mikor egy nagyon súlyos konvencionális fenyegetés illette, akkor avval fenyegette meg az ellenfeleit és a nagyhatalmakat, hogy be fog vetni atomfegyvert. Tehát látjuk azt, hogy ezek a dolgok megvannak, látjuk az Oroszországnak, a Szovjetuniónak a szándékát a 60-as években bevetni atomfegyvert Kína ellen, hogy megállítsák a kínai atomprogramot, és meg is keresték az amerikai döntéshozókat, bizalmasan megkérdezték őket, hogy mit szólna az Egyesült Államok hozzá, hogyha a Szovjetunió atomfegyvert vetne be a kínai atomlétesítmények ellen. Az Egyesült Államok, hogy eltűnődtek rajta, azt mondták, hogy nem túl jó ötlet, nem tartjuk túl jó ötletnek, de látjuk azt, hogy van egy ilyen gondolkodás. Látjuk azt, hogy vannak államok, amiknek a nukleáris doktrinájában ott van az atomfegyver az elrettentésen kívül. Tehát mindenki megegyezik abba, hogy az atomfegyvernek a legfontosabb célja az elrettentést szolgálja, és nem egy olyan eszközről van szó, amit nem vetünk be. Viszont látjuk azt, hogy a nyilvános, publikus katonai doktrinában igenis ott vannak azok a gondolatok, hogy hogyan fogjuk bevetni az atomfegyvert egy hadviselés részeként. Látjuk azt, hogy a hidegháború alatt 1967-ben és 73-ban is a szovjetek nyílt parancsokat adtak a földközi tengeren állomásozó tengeralattjáróiknak, milyen körülmények között lőjenek ki atomrakétákat Izraelre. Látjuk a szovjet atomfegyverek elhelyezését Egyiptomban, szintén a jomkipuri háború alatt. Hát én azt hiszem, hogy ezekből az esetekből ítélve az atomfegyverek alkalmazása is, nem csak az elrettentés, az atomfegyverek segítségével sokkal-sokkal közelebb áll a valósághoz, mint ahogy azt általában elképzelik. Köszönöm. Egyetértek, néhány megjegyzés. Múltkor azt kérdezték, hogy a kínai nagykövettel nem értek egyet, és idéztek. Néhány megjegyzés. Liz Truss nem volt ebben a kérdésben meghatározó. Kettő országnak van rendkívül nagy mennyiségű tömegpusztító fegyvere, USA, Oroszország. Az összes többi atomhatalom periférikus. Minden fontossága ellennél. Pakisztán, India, Kína, Nagy-Britannia lehet sorolni. A franciák az atomfegyvert soha nem voltak hajlandó kiadni nemzeti hatáskörből. Következő. Hát én most leadtam egy héttel ezelőtt Kennedy könyvet. Kennedy mindig azt mondta, hogy atomfegyvert nem vetünk be elsőnek. Hál' Isten nem került rá sor. Következő. Atomfegyvert kétszer vetettek be, 1945. augusztus 6 és 9, Hiroshima és Nagasaki. Miért? Sokok miatt amerikaiak kiszámolták, hogy ha 4 japán nagyszigetet elfoglalják, az 1 millió amerikai halottba kerül, ezt nem vállalják föl. Következő. Hát volt egyszer egy Willy Brandt, akit én nagyon szerettem, aki azt mondta, hogy aki először veti be az atomfegyvert, az másodszor hal meg. És volt egy csodálatos professzor, tudós, aki azt mondta, hogy nem tudom, mikor, mivel vívják meg a harmadik világháború, de a negyediket kőbaltával, Einsteinnek hívták. Teljesen igaza volt. Tehát bele lehet menni, hogy melyik miniszterelnök milyen baromságokat mond. Látni kell azt, hogy Nagy-Britániában hónapok alatt buktak kormányok. Elnézést, Boris Johnson, hogy jön ahhoz, hogy elmenjen ki ebbe és megakadályozza az orosz-ukrán megállapodást? Mert az volt az érdek, hogy Európát lenyomni, Nagy-Britannia különleges kapcsolatokat csinál USA-val, nem jött be, és Oroszországot meggyengíteni. Nem jött be? De ettől még volt ilyen brit stratégia. Tehát én azt tudom mondani az ön első kérdésére, hogy hála jó Istennek nem került alkalmazásra, hogy bevessék az atomfegyvert. Előző kérdéshez. Itt jött az, hogy mi lesz 100 év múlva. Kedvenc példám az, hogy Németországban autópályát építenek, és meghívják a világ legjobb autós cégeit, ki mennyi garanciát ad. És a német azt mondja, hogy őrült a forgalom, 1 év. Japán azt mondja, sokkal jobb vagyok, 1 év, 1 hónap. Amerikai azt mondja, 1 év, 2 hónap. Magyar azt mondja, 15 év, megnyeri a tendert. Azt mondja, hogy annak, hogy mert ilyen garanciát adni. Én hónap nyugdíjban megyek. Na most ez igaz az atomfegyverre is. Kívülről rendkívül könnyű beszélni. Nagy-Britannia soha nem volt abban a helyzetben, hál' Isten, hogy egy harmadik világháborút elindítson. A Falkland válság esetén sem.
Második kérdés. Köszönöm. Sokszor tapasztalni, főleg demokráciákban, hogy a pillanatnyi érdekek választások megnyerésének taktikáira újra és újra alása a nemzetek stratégiáját. Milyen módon lehetne rendszerű változást elérni, hogy a számító hatalomtechnikusok helyett az államférfiaknak is esélye legyen cselekedni? Ez mind a hármójukhoz szólna. Ugye az államférfiak felülemelkednek ezeken a machinációkon, bár ugye klasszikus Machiavelli azért írta a Fejedelem című könyvét, összegyűjtve ezeket a praktikákat, hogy egy humánus, egy ilyen felvilágosult fejedelem kerüljön hatalomra, és meg is tartsa a hatalmát, és ez már ott tartunk, hogy ahhoz, hogy megtartsa a hatalmát, már ugye manipulációra is szükség lehet. Hát igazából a válasz tankönyvi válasz, hogy pont a szabadságnak az olyan kis körei, amikről Bibó beszélt, vagy mi is itt egy ilyen kis kör vagyunk, hogy összejött 300-400 ember, közösen gondolkodik dolgokról, hazamegyünk, tovább gondoljuk, megbeszéljük, hát csak ez az, ami az államférfiakat segíti, hát az emberek nem hülyék, látják, hogy mi a kínálat, megbeszélik, nyilván a média próbál valamit ezen közvetíteni, de azt gondolom, hogy nézzék meg, például a polgári körök mozgalom az egy nagyon jó példa volt erre 2002-ben, hogy az addig fragmentált jobboldal volt, vagy 6-7 párt, mint most a baloldalon, és mi történt? A két forduló között megfogtuk egymás kezét, és ezek a polgári körök segítettek abban, hogy a korábban 5-6 pártnak a szavazóbázis az egységesen beállt a Fidesz mögé. Nem manipuláció eredményeként, mert azt láttuk, hogy ott van erő, nekik van esélyük legyőzni a baloldalt. Tehát, hogyha vannak ilyen történelmi pillanatok, mint Helmut Kohlnak a német újraegyesítés, hogy rájött arra, hogy föladja a márkát, föladja a németeknek a gazdaságát, ki kellett nyitni a konszernjeiket az amerikai tőzsde előtt, de lényeg az, hogy ez az államférfi. És igazából nekünk meg az a dolgunk, hogy figyeljük a politikát, beszélgessünk róla, gondolkodjunk, hogy ezért is hívják a YouTube csatornámat a jól értesült optimistának, hogy próbálom az embereket ebbe az optimizmusba terelni, ebbe az irányba, de az a lényeg, hogy akkor lesznek államférfiak, hogyha mi segítjük őket. Mert sok vezető van, de a vezető és a tömeg között, ha nincs egy jó együttműködés, nincs egy jó összhang, akkor az államférfi nem tud kiemelkedni. Hát ezért neki akarni kell, nekünk meg támogatni kell. Igazából ennyi. Én egy megjegyzést szeretnék tenni. Pár hónappal ezelőtt mentem haza, hullafáradtan, csörög a telefon, menjek be Orbán Viktorhoz. Mondom, fáradt vagyok, de ezt már elmeséltem. Mondták, nem baj. Két dologról beszéltünk, Európai Unió és NATO, és nekem volt egy megjegyzésem, azt mondtam, hogy Orbán Viktor történelmi szerencséje, hogy a magyar ellenzék olyan, amilyen. Azt mondtam, ezt az ellenzéket létre kéne hozni, ha nem lenne, ez fantasztikus. Ez a véleményem, pont amit a Zoli mondott, ez az ellenzék nem képes egységesülni. Pont vége. Harmadik. Ja, akarsz hozzá szólni, Robert? Ja, igen, csupán egyetlen egy szót, egyszerűen demokrácia. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a politika minősége javuljon, akkor vissza kell térni a régi módi, jól kitaposott demokráciáról. Tényleg a többségnek a véleménye számít, a demokráciának a meghatározása az, amit a nép valójában akar, és amit a többség valójában kifejez, és nem néhány olyan elv, amit néhány unatkozó egyetemi tanár talált ki, és valahonnan leereszkedtek az éterből leereszkedtek, és senki nem tudja, hogy mindig ezt a kérdést szoktam föltenni. Egy demokratikus berendezkedésben milyen más forrása lehet a legitimitásnak, mint a népnek az akarata? Azok az elvek, amikről beszélnek, honnan jönnek ezek az elvek? Ki találta ki őket? Ki szavazott ezekre az elvekre? Tehát én azt hiszem, hogy ha visszatérünk a klasszikus értelembe vett demokráciára, van itt egy önkorrigáló mechanizmus, és lesznek gyenge politikusok, meg rossz politikusok, meg számító politikus, de ezeket legalább le lehet váltani. Az alternatívával az a probléma, hogy ott nem lehet leváltani az alternatívot. Ez a probléma. Hát vissza kell térni a demokráciához, ez az én válaszom. Köszönöm. Harmadik kérdés. Harmadik kérdés pedig. Robert Sikaszter múlt péteken Szombathelyen mondta, hogy kis országok gazdaságilag esendők, a nagy konglomerátumokban viszont nincs elhivatottság, hogy az emberek megvédjék. És mi lehet a megoldás? Szintén mindhármójukhoz. A válasz az, hogy én a kis országokban sem látom ezt az egységes erőt. Más egy Luxemburg és más egy Fekete-Afrika. Mondom a kedvenc példám. Van a felső volta, Burkina Faso. Mit jelent magyarul? Igaz emberek földje. Amióta ők az igaz emberek, azóta polgárháború van és gyilkolják egymást.
Robert mondta Libanont. Én gyerekkoromban elhatároztam, hogy bármi áron kitörök. Én a Városliget szélén nőttem föl, nagyon szegényen. Megnyertem nagyon sok országos vetélkedőt, így 73-ban megnyertem a 10x10 a 10. vitt vetélkedőt, világifjúsági találkozó, így mentem ki Berlinbe. És együtt mentem hajózni a libanoniakkal. Elképesztően gazdagok voltak, csajok csinosak. 2 évvel később elkezdődött a polgárháború, amely megszakításokkal ma is tart, nagyhatalmak. Hát ha én végignézem a nagyhatalmak vezetőit, zsenik és elképesztően gyenge képességű emberek váltották egymást az USA-ba is. Ha én megnézem az elmúlt 40 év amerikai vezetőit, elnökeit, néhánynál sírógörcsöt kell kapnom, annyira ostobák voltak. De volt köztük néhány, aki jobb volt. Ha én megnézem a korábbi szovjet vezetőket, sírógörcs. Megnézem Mao Tse-tungot, megint egy más korszak, más terméke. Tehát nagyon nehéz általánosítani, ennyi. Röviden igazából én is azt gondolom, nem a méret a lényeg, hanem az, hogy az államokban a vezetésnek van-e nyilván legitimációja, támogatása, vannak-e kontrollmechanizmusok, ez nagyon fontos, mert ha vannak korrekciós mechanizmusok, kontrollmechanizmusok, az a vissza tudják terelni a jó útra, akár a gazdaságot, a politikát. És igen, mondjuk nagyon fontos, hogy mindig Ronald Reagan-t szoktuk példaként felhozni, aki tudta, hogy nem ő a legélesebb kés a fiókban, de olyan emberekkel vette magát körbe, akik viszont okosak voltak, és ő tudott jól dönteni, mert ő az elnök, őt választották meg, neki kell dönteni, de látta a saját korlátait, és olyan emberek vették őt körül, akik tudták segíteni a jó döntésben. Jót javasoltak, hogy jól döntsön. Tehát szerintem ezek azok a technikák, hát nyilván egy nagy adag skizofrénia is kell hozzá, hogy az elit lássa magát kívülről, ebben segít a média, a szakértők, a civil társadalom, az ilyen rendezvények, a vita egyébként, tehát a vita is nagyon sokat segít, mert a vitában ütköznek az alternatívák. És az emberek látják, hogy ki ajánl jobb alternatívát, a brit parlament erről szól, hogy vitatkoznak, mindenki elmondja a véleményét, és az emberek látják, hogy hol vannak a jobb alternatívák. Tehát ezek segítenek korrigálni, mert nagy országnál talán nehezebb, ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy tartályhajót nehezebb átirányítani egy másik irányba, mint egy kisebb hajót. Talán ez a szerencséje a kisebb országoknak, hogyha ezek a mechanizmusok működnek, hamarabb vissza lehet a jó irányba találni. Robi? Én úgy gondolom, hogy vannak kis országok, amiknek van egy ilyen misztérium. Az egyik ilyen misztérium például a Brit-szigetek, hogy hogyan lehet az, hogy ez a kevert kelta-germán társaságot a Brit-szigeteken meghódították az egész világot. És gyakorlatilag mind a mai napig a gyerekei ennek a szigetnek uralják mind a mai napig ezt a világot. Tehát hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy Poroszország, talán a legszegényebb királyság, egy területileg is felosztott királyság a régi német-római birodalomban, hogyan lehet, hogy pont ők voltak azok a maga, ami körül kialakult ez a hatalmas német nemzet össze, egyetlen egyesült tulajdonképpen egy birodalmat alkotott, amelyik újra és újra fölborított Európának az egyensúlyát és katasztrófát hozott Európára. Tehát nagyon érdekes, hogy vannak kis nemzetek, amiben megvan ez a képesség, vagy ez az isteni szikra, mondjuk úgy, hogy többet kreáljanak, mint amit a súlycsoportjukból kinéznénk belőlük. És én megint csak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy nagyon-nagyon fontos ez a koherencia, az összetartás, a társadalomnak a koherenciája. És ez nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanolyan színű kell legyen. Lehetnek kékek és zöldek és sárgák, meg minden rendben van. De nagyon fontos, hogy a szoftver, amelyik fut az embereknek a fejében, ugyanaz a szoftver legyen. Tehát ugyanaz a pakisztáni muszlim, aki az 50-es években emigrált az Egyesült Királyságba, ő britebb volt a briteknél. Vagy az az indiai muszlim, amelyik az Egyesült Államokba költözött, britebb volt a briteknél, már britként indult el Indiából. Eltelt 20 vagy 30 év vagy 40 év, és most ugyanabból a városból elindul egy ugyanolyan muszlim úr, megérkezik a Nagy-Britanniában, már teljesen más szoftvert fut a fejében, mint a nagyapjáé volt, aki most alkalmas, a brit miniszterelnöknek a nagypapája lehet. Tehát én azt hiszem, hogy erre a szoftverre kell odafigyelni, a kultúrára és a nemzetnek, a társadalomnak a koherenciájára. Köszönjük. Közben egy újabb könyvnyertes nevét ismertetném, Juhász Attila. Gratulálunk neki, viszem, és jöhet közben a következő kérdés. Jó estét kívánok, Robert Székásztelhez szeretném intézni a kérdésemet a gázai övezettel kapcsolatban. A gázai övezet civiljei mennyire civilek? Úgy tudom, hogy a Hamasznak 75%-os a támogatása. Ha valaki szeretne ott független lenni, lehet-e? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a kérdést. Én azt hiszem, hogy már sokkal kevésbé feszélyes függetlennek lenni Gázában, mert Izrael lebombázta az utolsó toronyépületet, és nincs honnan lehaigálni azokat, akik másképp gondolkoznak, mert melegeket, transzokat, ezeket meg a politikai ellenzéket, nincs honnan lehaigálni őket, mert Izrael lebombázta az utolsó toronyépületet is. Tehát ilyen szempontból már biztonságosabb. De most a tréfát félretéve, az egyik tragédia, ami... Tehát van egy olyan dolog, nagyon szeretnék hinni abban, mint a szomszéd, hogy a Hamas és a palesztinai arabok az nem ugyanaz. Tehát nem lehet egyenlőségi jelet tenni. És van egy terrorszervezet, amelyik ráerőszakolt az uralmát egy olyan népre, amelyik nem akarja őket. Nagyon szeretnék ebbe hinni. A probléma az, hogy a közvéleménykutatások nem ezt mutatják, és a tapasztalat nem ezt mutatja. Tehát látjuk azt, hogy mikor október 7-én áttörte a Nokbe, a Hamasnak a kommandója áttörte a határt, akkor velük együtt átömlött Izraelbe körülbelül 1000 gázai civil, ilyen nagypapák, meg nagymamák, meg fiatal suhancok, meg civilek, és részt vettek ezekben az atrocitásokban. A tuszok egy részét ők vitték el, a gázai civilek vitték el. A nemi erőszakok jelentős részét ők követték el, bizonyos részét ők követték el. A gyilkosságok, a gyújtogatások, a fosztogatás jelentős részét ezek a civilek követték el. És ezek nem olyan emberek voltak, akik készen álltak arra, hogy várták, hogy ez a támadás bekövetkezzen. Nem. Ezek ott éltek közel a határhoz, látták, hogy született egy alkalom, és ez a spontán megnyilvánulásuk. És akkor tudom, hogy nagyon nehéz dolgot fogok most mondani, de mikor valaki azt mondja, hogy Free Palestine és Szabad Palesztinát, akkor én láttam október 7-én Szabad Palesztinát. Az volt a Szabad Palesztina mindenféle külső korlát és mindenféle határ nélkül, mindenféle kényszerítő eszköz nélkül a maga spontaneitásában. Tehát nekem ez a tapasztalatom, és ennek az a tragikuma, hogy én szilárdan hiszek abba, hogy le kell váljunk, ezt a két sziámikret el kell választani egymástól. És én azt hiszem, hogy senki nem állhat ki a saját népének az önrendelkezési jogáért, és úgyhogy ugyanakkor ne ismerje el egy másik népnek az önrendelkezési jogát. Hát én szilárdan hiszek abba, hogy a palesztinoknak is szüksége van egy önálló állami létre. Viszont a probléma az, hogy mikor fölteszem magamnak a kérdést, hogy ez a tragédia, ami bekövetkezett, azért következett be, mert nem volt államuk, vagy azért, mert volt egy államuk, amit úgy hívnak, hogy Gáza, és ott elő tudták ezt az egészet készíteni. Tehát ezek nagyon súlyos kérdések, amikkel én magam is, tehát most saját magam ellen beszélek mondjuk, ugye a saját érveim ellen, vagy a saját politikai meggyőződésem ellen beszélek, de mikor fölteszem magamnak a kérdést, hogy ez miért következett be? Valóban azért, mert nem volt államuk, vagy azért, mert kaptak 2005-ben egy államot, ahol tényleg azt tehették, amit akartak, és akkor ez lett az eredménye. Tehát ez a válaszom erre, nekem nincsenek megnyugtató válaszaim saját magam számára sem. Köszönjük szépen, és közben egy újabb könyvnyertest, kulcstartó nyertest ismertetnék. Az van ráírva, hogy aki először lő, másodszor hal meg, Nógrádi György idézett, Sütő András a könyv nyertese. Gratulálunk neki, és közben pedig jön a következő hallgatói kérdés. Kiszeli Zoltán úrhoz lenne kérdésem, hogy a lengyel hatalom vagy gazdaság kiterjesztése Nyugat-Ukrajnára, ugye, hogy a vállalkozóknak engedték a tevékenységet az ukrán vállalkozóknak Lengyelország területén, meg ilyen fizetőeszközbeli engedmények voltak. Ezt a lakossággal nem sikerült leegyeztetni, hogy ilyen tüntetések és határlezárások vannak a lengyel-keleti határon, illetve a hatalom nem járta körül azt, hogy ez a nyugat-ukrajnai része, ez nagy falat lesz Lengyelországnak, illetve ha az Európai Uniót nézzük, akkor pedig Ukrajna nagyobb falat lesz az Uniónak, ami megakad a torkunkon. Köszönöm. Igen, ugye a lengyel-ukrán viszony nagyon különleges, nagyjából ugye hasonló lehet, mint a történelmi Magyarország és az utódállamok között. Bár ott kevesebb talán a lengyel, aki ma Ukrajnában él, mint mondjuk Erdélyben a magyar. Igazából amit itt fontos látni, hogy a lengyel és az ukrán állam kétoldalúan döntött úgy Andrzej Duda tavaly májusi kijevi látogatásánál, hogy egymás állampolgárainak plusz jogosítványokat biztosítanak, tehát szociális és vállalkozási részben. Tehát van egy kétoldalú megállapodás, ami összenyitotta ezt a két gazdaságot. És hát ugye fontos látni, hogy a háború előtt már 2 millió ukrán élt Lengyelországban, nagyjából 500 000 Csehországban, és 100 000 Szlovákiában. A lengyelek azt mondják róluk, hogy menekültek, biztos, valójában többségük inkább vendégmunkás. Tehát hogyha fogalmat kéne találni, akkor inkább vendégmunkás.
munkások lehetnek. A cseheknél is 500 ezer, illetve Szlovákiában, és nálunk is a háború előtt olyan 20-30 ezer ukrán vendégmunkás lehetett. Ugye ez a szám csökkent, aztán most nagyjából olyan 30 ezer háborús menekült van, akik nem vendégmunkások, hanem Magyarországon kaptak menekült státuszt. Igazából ami nem akarom túlságosan részletbemenően elmesélni, de amit itt látni kell, hogy a mostani lengyel kormány az más politikát folytat. Most, ami karácsonykor kerül hatalomba a Donald Tusk kormánya, ők a német politikát követik, az uniós politikát követik. Magyarul ők nem egy lengyel nemzeti érdeket, egy regionális érdeket fognak követni, hanem szerintem inkább a német érdekbe simulnak bele. Ami itt fontos, hogy az unió például a térségünknek a gazdáinak egészen szeptemberig egy 100 millió eurós alapot biztosított, amivel kompenzálták ezeknek a frontországoknak, lengyel, szlovák, magyar, román és bolgár gazdáknak a versenyhátrányát, amit az olcsó ukrán gabona jelent. Illetve, és megjelent, tehát ez kifutott szeptemberben, nem hosszabbították meg a franciák, meg a hollandok is jelentkeztek volna, hogy ők is kérnek kompenzációt, mert az ukrán gabonát, meg kukoricát nyugatra is viszik takarmánynak megeladni. Tehát ez az egyik része, hogy az uniós politika megváltozott, már nincs támogatás, és a lengyel gazdák például ez is az egyik ok, hogy miért most kezdtek el tüntetni, mert kifutott a támogatás, saját kormányuk nem tud annyi támogatást adni, Brüsszel meg nem akar. Tehát igazából azt látjuk, hogy a mostani lengyel kormány, amely távozik a hatalomból, ő máshogy nézett Ukrajnára, ők valóban össze akarták a lengyel és az ukrán gazdaságot jobban nyitni, hogy Lengyelország ebből profitáljon, és a regionális hatalmi ambícióit ezzel is tudja táplálni. Ez egy jó minta egyébként, hogy ezt a lengyelek hogy képzelték el, gyorsvasút Varsóból Kijevbe, hogy az olcsó ukrán munkaerő tudjon menni, mint a Railjet sem azért van, hogy mi a karácsonyi vására menjünk Bécsbe, hanem hogy az olcsó magyar munkaerő tudjon menni Frankfurtba, Zürichbe, hogy a magyar vendégmunkások tudjanak menni. Tehát a lengyelek is szerettek volna ilyen gyorsvasutat Krakkóból Kijevbe, hogy az olcsó ukrán munkaerő tudjon menni Lengyelországba. Tehát ez az egyik része. A mostani kormány szerintem az uniós politikát fogja folytatni, ami most kerül hatalomra. És igen, azt is látni kell, hogy van egy különbség, mert a mostani lengyel kormány inkább az amerikaiak úgymond partnere volt, ezt a fegyvervásárlásokban is látjuk, egy regionális politikát folytat, az új kormány már nem fog ennyire külön ukrán politikát folytatni, hanem Donald Tusk, amennyire én sejtem, inkább a német és az uniós ukrán politikát fogja folytatni. Kevesebb ilyet fogunk látni, ilyen lengyel magánszámokat szerintem, mert inkább az unión keresztül próbálják meg a lengyel érdeket érvényesíteni. Köszönjük szépen, és akkor még egy könyvnyertes szeretnék ismertetni, Hutkai Lászlóné a könyvnyertes, és jön a következő kérdés. Jó estét kívánok! Én a Robertot szeretném kérdezni, hogy a Tuszoknál miért pont Katár volt, akire hallgattak, miért nem Amerika, vagy az oroszok, persze ott azért oroszok nem, de én inkább Amerikára számítottam, hogy segítségre lesz, és inkább Katár jött be a képbe. Ezt szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen a kérdést. Mikor ezt minden hírszerző tudja, lehet rendőrségi hírszerző, vagy katonai hírszerző, vagy a polgári szolgálatoknak a hírszerző, tudja, hogy általában azok, akiket beszerveznek, akik az információkat szolgáltatják, ezek általában nem a skót kisasszonyokhoz jártak. Tehát ahhoz, hogy valaki egy bűnszövetkezetről információt tudjon szolgáltatni, általában igen közel kell éljen a bűnszövetkezethez, és a bűnszövetkezetnek kell a tagja legyen. Tehát ezzel a példával szeretném illusztrálni Katarnak is a helyzetét. Tehát Katar egy olyan állam, amelyik egy kis hatalom, egy 300 ezer fős kis társadalom, amit 2 millió rabszolga szolgál ki, gyakorlatilag a távol-keletről, Tájföldről és hasonló államokból érkezett rabszolgák szolgálnak, akik minden jog nélkül élnek ott. Tehát gyakorlatilag egy diktatúra, egy törzsi diktatúra, amit az uralkodó ház vezet. Igen, közeli kapcsolatokat ápolnak mindenkivel. Amit kell tudni Katárral kapcsolatban, mindenkivel jobban vannak. Egyrészt ott van az Egyesült Államoknak a legnagyobb légibázisa, a közel-keleten, ugyanakkor ők Iránnak talán a legközelebbi szövetségese ott a Perzsolyból környékén. Ott van az El Jazeera rádióadó, mi tulajdonképpen mi egy média birodalomnak ismerjük, de gyakorlatilag a katari hírszerzésnek az információs hadviselési ága, mondjuk úgy, amelyik a propagandájával tudja fenyegetni a nála erősebb arab államokat, avval fenyegeti őket, hogy az utcára tudja vinni a tömegeket, és meg tudja buktatni például az egyiptomi elnököt, hogyha Katar úgy akarja. Tehát nagyon-nagyon
nagyon-nagyon érdekes hatalom, nagyon-nagyon érdekes a hatalomgyakorlási eszközeik, nagyon érdekesek, és ez a képességük arra, hogy ilyen kaméleon állam legyen, hogy egyszerre beszélnek az amerikaiakkal, egyszerre beszélnek Iránnal, a Hamasznak a vezetői, a politikai szárnya a Hamasznak egy jelentős részük ott lakik, Katárban, ugyanakkor megvannak a kapcsolataik Izraellel is, tehát ez a kaméleon természet ennek az államnak tette lehetővé, hogy ők legyenek az ideális közvetítők, és nem az Egyesült Államok, akik terrorszervezetként tekintenek a Hamaszra, vagy Egyiptom, amelyik szintén egy terrorszervezetként tekint a Hamaszra, és a Hamasz anyaszervezetét, a muszlim testvériség mozgalmát pedig törvényen kívül helyezték, úgy, mint Szaúd-Arábia. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgot látunk, hogy olyan szervezetek, olyan iszlamista szervezetek, amik a közel-keleti igen sok államában a törvényen kívül vannak helyezve, terrorszervezetként vannak nyilvánítva, Európában teljesen legitim játékosként számolnak, vannak számon tartva, és föltevődik a kérdés, hogy ki itt a közel-kelet tulajdonképpen. Lassan Európa közel-keletebb lesz, mint a közel-kelet maga igen sok szempontból. Köszönjük szépen. Még tudom, hogy rengeteg kérdés maradt önökben, de nagyon-nagyon elszaladt az idő, és hát azt ígértük, hogy 50-ig berekeszjük, és most 0-5 van. Viszont azt szeretném mondani, hogy akinek maradt kérdése, ha elküldik az ultrahang.tv oldalon a kérdésbeküldő űrlapon, és odaírják nagybetűkkel, hogy Sopron, akkor ezeket a kérdéseket előbbre vesszük, és akkor ezeket a következő műsorokban meg fogjuk válaszolni. Szeretnénk köszönetet mondani előadóinknak, dr. Robert C. Kastelnek, Nógrádi Györgynek, Kiszeli Zoltánnak, hogy itt voltak velünk. Hálás szívvel köszönjük a Soproni Híd gyülekezete lelkészének, Szabó Balázs lelkész úrnak és a Terminál közösségi térnek, hogy befogadták ezt a rendezvényt. Én nagyon örülök annak, hogy keresztény emberek nyitottak arra, hogy a közügyeit is megvitassuk, és reméljük, hogy itt a Terminál közösségi téren, amely egy fontos központja Sopronnak, további izgalmas rendezvények lesznek. Nagyon köszönöm Lágler András barátomnak, a konzervatív lokálpatrióták Sopronért Egyesület vezetőjének, hogy segített ennek a rendezvénynek a megszervezésében. András nagyon profi, kiváló közösség szervező ember, nagy jövő áll előtte, és nagyon szurkolunk neki, és természetesen köszönjük önöknek is, hogy eljöttek. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk, és Isten áldja Sopront, viszontlátásra!